Sziasztok, én Tibi vagyok, és a mai videóban meg szeretném nektek mutatni a Streamlabs-nek az alap ilyen kis beállításait, egy-két dolgot, hogy én hogy csinálom, és akkor, mert volt élő adásban kérdés, hogy hogy csinálom, meg hogy mi van, és így próbálok segíteni. Az első dolog, ugye, hogyha letöltjük maga ezt a programot, ez itt full üresen van, vagy talán így van, hogy new scene, ez simán. És maga, hogy itt látszódjon először a kép, vagy maga, amit mondjuk tegyük fel akarunk venni játék, vagy kijelző, vagy hogy egy másik kijelző, vagy esetleg webkamera, azt itt van a források, és itt van ez a kis pluszjel, itt van új forrás hozzáadása, és itt rengeteg lehetőségünk van, különféle dolgokra. Például most így, hogy megjelenjen nektek, itt van, hogy videó rögzítő eszköz, ugye itt írja, hogy de amúgy igazából rámentek, akkor ki is itt írja, hogy mi mit tud, mi mit csoda, mit lát, meg ilyesmi. Na, itt van, hogy például beépített webkamera, Logitech webkamera rögzítő kártyát, ugye az Elgato izé. De itt van egy forrás hozzáadása, már látszódom is, itt a itt baloldalt lévő, ezeken szoktam lenni streamen is. És akkor ezt itt szabadon tudjuk mozgatni, ide elhelyezni, húzni, hopsz, nagyítani, visszakicsinyíteni minden. Én amúgy úgy szoktam, hogy úgy gondolom, hogy reális legyen a dolog, mert így nagyon ellentétesen nézek. Olyat lehet, hogy itt erre rájabb klikkelünk maga, szóval nem ide, hanem itt kijelöljük a maga a webkamerát, itt van az, hogy átalakítás, és itt van, hogy megfordítja horizontálisan, szóval így. És akkor így szerintem sokkal jobban néz ki, mivel olyan, mintha nektek is ide a monitor fele néznék, és szerintem sokkal jobb hatást tudunk vele kelteni, szerintem ti is csináljátok így, mert úgy, szóval erre is figyeltek, akkor már jobban néz ki. Amit még így a webkameráról lehet tudni, ugye, hogyha mondjuk kinagyítjuk, de mondjuk, nem, mondjuk így visszakicsinyítem, itt látható a mikrofon, amiről beszélek. Ezt azt akarjátok, hogy ne látszódjon, arra az oldalra viszitek ugye az egeret, ahol ki akarjátok vágni, és a bal alt gombot lenyomjátok, plusz az egér gombot, akkor így le tudjátok vágni. Szóval például már nem is látszódik az itten előttem lévő mikrofon. És most ugyanazzal a gombbal, az altal így vissza tudjuk nagyítani. De ez ugyanígy itt felül, akár így el is tudok itt tűnni, meg minden. Egyedül ezen az oldalon nem működik, mert ez arra van, hogy ki, és föl nagyítjuk, meg vissza. Aztán tényleg nekem van egy, mindjárt itt átmegyek, itt, igen, itt látható, ez a fehér kis valami, szóval mint képkeret, visszajövök. Az úgy van, hogy itt van, hogy kép, és akkor itt már nekem van egy meglévő, de igazából itt van, hogy nektek így lesz, hogy és akkor forrás hozzáadás, az meg csak itt, várjátok, behúzom. Itt valahol, ugye ahol letöltöttétek asztalon, vagy akárhonnan ide behúzzátok a képet, akkor ott lesz. De most nekem ugye ez már eleve megvan. Igen. És akkor nekem igazából ez a kis fehér kocka. Ja igen, és arra figyeljetek, mert például valaki csinálja, és akkor nem is úgy működik. De úgy működik, ezt a maga a képet, az húzzátok a kamera alá. Ja igen, na. Látni is. Itt nagyjából beállítod, itt kihúzod. Nem baj, hogy kilóg mondjuk itt lefele, az úgyse látszódik. Na, itt kijelölöd, így kihúzod. És itt följebb húzod akármi. Így. És ugyanúgy azzal vágom le, ugye az alt gombot lenyomva. Így nagyjából egy méretre itt a kamerához oda szabom. És akkor hát itt látszódik mondjuk a fejem fölött kicsit vastagabb, mint oldalt. Így. Mondjuk így. És akkor így egy tök jó hatást tud kelteni, hogy lényegében van egy kereted. Szerintem ez tök jó. De ugyanígy működik, hogyha mondjuk így összekicsinyíted a webkamerát,
nem tudok beszélni, webkamerát. Ugyanezzel már csak így kicsit így közelebb tolod, mondjuk a tetején már jó, alt gombot lenyomva itt, vissza. És akkor szerintem ez így, szóval tök jól néz ki. Azt ajánlom mindenkinek, itt ide bejövök, ja nem, inkább itt mutatom, hogy itt van az, hogy játék felvétele. És itt írja is, hogy a legtöbb mai játékkal működik. Itt van Game Capture, forrás hozzáadása. Ez így nem jó, mert meglévőt adja. Jó, helyezzem be új forrást. És itt azt választott ki, hogy teljes képernyős alkalmazás. Szóval... szóval ami... Szóval specifikusabb lakként is fölvehetett, hogy mondjuk csak a start menü, mondjuk ez egy fura lesz, de hát mondjuk nem. Mindegy, az a lényeg, hogy én így szoktam használni, mivel minden játékot én ugye max képernyőn futtatok, és nincs értelme, mert itt aztán tele lehetne itt, ja most nem látjátok, na itt tele lehetne, szóval minden egyes játékhoz külön itt csinálhatnám a színeket, nem jutott eszembe. Vagyis hát a, tudod, a játék felvétel, na, nem tudok fogalmazni. Ja, most itt ugye ez a display van. Ja igen, hát maga a játék felvétel az egyszerűen működik. Most mindjárt megmutatom. Most ezt így áthúzom ide. Attól még igen, ez itt látszódik. Szóval, nem is tudom. Amúgy igen, ez a hátterem most. Ez a lány. Ja, ennyi amúgy, szóval, hogyha már eleve itt van ez a game, szóval most például, na látjátok, hogy most semmi sem megy, szóval a display capture, szóval maga a kijelző felvétel lépett aktivizásba, amint megnyitom a Minecraftot, ugye most még fekete a kép, és mindjárt, igen, át is váltott, és eltűntem, mivel felette van. Ezt is húzzátok le a legaljára a dolgoknak, és akkor majd megjelentek valamikor egyszer. És akkor, amint ugye itt például a ez nagyon nagy előny, hogyha két monitorodon és közben tudod magad figyelni, én is azt csinálom jelenleg. Jó, jó sötétben vagyok amúgy. És ennyi ugyanúgy megy. Itt a játék, szóval csak annyi, hogy elindítod, és azt választod be, amit én most itt az előbb, ugye, hogy a teljes képernyős kijelzőt veszi föl. Hát, hogy teljes képernyős játékot, és akkor így automatikusan itt el is indítja. És amint küld gémelek, meg minden, kilépek, akkor ide átvált a erre a display capture-re. Aztán itt lehet, itt van, hogy mikrofon, meg az asztal. Ugye ez például itt a játékbeli hangerő, meg ilyesmit tudod szabályozni. Az, hogy amit nem te hallasz, hanem amit a nézők. Szóval például, hogyha leteszteled, hogy mondjuk, ugye így van alapból, 0 decibelen. És hogyha mondjuk túl hangos nekik, és te neked viszont így pont jó a hang, akkor ezt a csúszkát így kicsit így lejjebb viszed, mondjuk én így pont 6,5-ön szoktam. Ugyanez van a mikrofonnál is, szóval most beszélek folyamatosan, és egyre halkabb vagyok. És már nagyon halk vagyok, és egyre halkabb. De én ugye ezt nullán szoktam használni, mivel úgy a legjobb nekem. Meg itt a maga a mikrofonra is lehet különböző ilyen úgynevezett filtereket rakni. Itt is kicsit erősítettem, hogy jobban lehessen hallani, hogyha esetleg mondjuk zenét bejárt, mondjuk a zenét bejátszok, mondjuk stream közben, meg ilyesmi. És amúgy ezeket, ami itt a keverőn van, azt megjegyzi minden egyes színre, látjátok, hogy itt átváltam a jelenlegire, ahol minden más van, és ugyanúgy mondjuk nektek nem látszik, de mindegy, higgyetek. Ugyanaz van. Szóval itt a keverő, az nem fog változni. Nem is tudom. Mit lehetne még elmondani? Itt látszódik egy olyan, hogy mini feed. Itt a fejem fölött. Itt ez azt mutatja, hogy például itt van az legutolsó donate, $5. És itt van mellé, hogy mit írtak. Itt van a Red Bullra, hogy ne legyél fáradt. Itt van az, hogy kiküldte. Meg itt mutatja az, hogy iratkozott fel utoljára. Meg a... Hát ja, itt ugye azt mutatja, ha Twitch-en lennénk, akkor például egy azt is, hogy kibitelt, ki csírelt bitelt, aztán
kirédelt be, meg ilyesmi, azt hiszem YouTube-on nem lehet rédelni, hogy meg is jelenjen. De itt ja. Aztán tényleg, hogyha ugye már az élőadásról van szó, itt vannak, ugye már megvan a játék, illetve a hang és a kép. Mert hogy itt a webcam. Akkor lehet olyan különböző dolgokat, mint híresebb, vagy nagyobb youtubereknél, vagy streamereknél láttatok. Itt van például ugye ez az értesítő doboz. De nekem már meg van csinálva, ezt is itt beméretezem most. Erre itt duplán rákattintotok, és itt kis tarj, sőt áthúzom, vagy mindegy, ide lehúzom. És itt látszódik, ja. Itt van például minden egyes dolognál, super chat, feliratkozás, minden. És itt van, egy teszt. Itt van, hogy például, hogyha támogatnak engem valamennyi összeggel, akkor így jelenik, így itt fönt az a kis pingvin, itt tök aranyos minden. És ezt ugyanúgy tudod nagyítani, kicsinyíteni. És ugye most kérdezhetnétek, hogy nem úgy nektek alapból viszont ez a zombi lesz. Hát most nem tudok megmutatni. Csak így. Hogy nektek először csak ez a kis zombi van. Ugye itt meg is mutatom. Ja, meg itt van a feliratkozás, csak azt most így nem engedi, hogy megmutassam csak a támogatást. Itt amúgy a hangját, a betűméretet, mindent lehet itt állítani. Na, itt van. Mondjuk a támogatás, mert most azt tudom csak megmutatni. Itt van az, hogy média, és itt van, hogy change media, ugye, hogy megváltoztatod a médiát. És itt mondjuk, ugye nekem ez van, mondjuk, nem is tudom, átváltoztatom erre a korgira, duplán kell klikkelni, akkor már az a kis korgi fog megjelenni. Szóval nagyon egyszerű amúgy maga itt a használata, egyéni dolgokat is lehet, meg lehet, vannak pénzes, ilyen úgynevezett layoutok, meg ilyesmi. Meg ilyen különböző matricák, meg ilyes gifek, meg hasonló dolgok. Aztán maga a sound file, ugye az is, azt is meg tudod változtatni, itt van, hogy hangok. Mondjuk legyen ez. Igen, ez most kurva hangos volt, mert mondjuk, ja most halkabb lesz, viszont itt van, hogyha támogatnak, akkor jó, most duplán is hallani, mert ebből is jön egyszer a hang, meg a ugye nektek eleve. De én egy ezt szeretem, az a kis pénzcsörgés. Ott amúgy nézzetek körül, itt van a Change Media, itt lejöttök arra, hogy hangok, itt nagyon sok van, itt, vagy hát, hogy viszonylag sok, de az interneten is van fenn, itt csak annyi akkor, hogyha internet összetétek, hogy drag and upload. Szóval, hogy ide rányomsz, és akkor, jó, ezek a utóbbi videók, rányomsz, és akkor mondjuk ide letöltötted, erre rákattintasz, és megnyitás. És akkor az a hang lesz, amit kiválasztottál. Akár egy zenének a részlete is lehet, akár egyéni hang, vagy akármi, amit te fölvettél videóra, és ide bemásolod. Vagy nem videóra, hangrögzítővel is felveszed, és már jó. Na igen, itt van a mini feed. Streamelés, még mit lehet? Maga az amúgy az alkalmazásba, itt elején úgy van, hogy regisztráltok, mert hogy megkéri azt, hogy most, hogy te hova streamelsz. És akkor, vagy hogyha YouTube-ra streamelsz, akkor YouTube-ban jelentkezel be, hogyha Twitch-el, akkor Twitch-el. Én ugye mostanában inkább YouTube-ra streamelek, mivel ott több ember van ott, akkor ott megvan az átlag olyan 5-6 néző esetleg. Itt a, ugye itt csak a stream, itt mindenkinek automatikusan itt megvan. Itt van a kimenet, ugye ez a, hát a minőség a streamnek. Én itt 8000 bitrétet használok, ez lehet amúgy sok is, de inkább legyen több, mint kevesebb. Hogyha jó, hát igen, amúgy a jó net a streamhez azért kell, ezt ajánlom egy 500-as net, inkább úgy mondom, hogy tudjátok, van 500-as, 1000-es, 2000-es, Telekomnál például nekem 2000-es van. Igen, a hang itt a sztereót választ ki, de az lesz alapból, 40-48, az úgyse fog érződni.
Na igen, itt ez a legfontosabb, hogy a gépetek lényegében mennyit bír. Mert nekem itt például tudja, most nem tudom megmutatni, mert rögzítem éppen, de van itt különböző, szóval te hogy látod, itt ugye ez a base, és az a output ugye, hogy a kimeneti. Én ezt ugye full HD-re rakom, mivel bírja a gép, de lehet, hogy nektek csak a kimenetet HD-n bírja, vagy ilyesmi. Vagy hát, hogyha HD alatt bírja, akkor nem ajánlom a streamelést, akkor inkább csak a videórögzítést, azt talán azt hiszem, ahhoz gyengébb gép is jó. Ugye itt meg azt írja, hogy az átlag FPS-szám, én 60, Full HD 60-ba szoktam, mivel az a legszebb, de ha mondjuk Full HD 30, az is teljesen jó szerintem. Itt ezek itt, nem hinnem olyan fontos dolgok, ezeket én se használom itt. Jelenet, ugye itt van a widgetek, ugye ez az a, ami, hogyha donate-elnek, akkor megjelenik nekem az a kis pingvin. De csak a témát lehet választani. Ez meg ilyen külső stream. A nyelvet lehet. És ennyi. Például ezt ide áthúzom. Megnyitom nektek a YouTube-ot. Talán élő adás. Ugye úgy kell, most nagyon sötét vagyok, de ment, hogy itt a kép. Na itt van, hogy nektek így lesz, hogy új streamelés, adtok neki egy nevet, hogy teszt. Most privátá teszem, de nektek legyen nyilvános. Itt van leírás hozzáadása, ugye ez nekem itt be van. Ja nem, most nincs. Be van bindelve. Itt kiválasztod azt, hogy gyerekeknek szól-e vagy nem, 18-as-e vagy nem. Itt van a stream létrehozása. És akkor itt, maga már, viszont itt visszahozom nektek. Itt, mikor már Go Live-ra nyomtok, szerintem meg tudom mutatni. Itt van, hogy hoz létre egy eseményt, akkor nem kell létrehozni, itt van, hogy teszt. Mondta, hogy amit az előbb létrehoztam, de most mégse. Mivel, ups, várjatok. Azért jobb, mivel itt ki tudod választani, hogy rövid, normál, vagy rendkívül rövid a várakozási idő. Én általában így szoktam, mivel ez teszi a leginteraktívabbá a streamelést, és szerintem így a legjobb egyenlőre. És na, hogy így a legjobb streamelni, hogyha legkevesebb ez a válaszidős valami. És akkor itt már csak amúgy annyi a dolgotok, szóval ezekkel amúgy nem is kell foglalkozni, hogyha Streamlabs-et használtak, mivel itt van egy Go Live, itt van egy teszt, itt van ugye a címe, itt a leírásban akármit lehet, és akkor megerősítés és adás kezdése, itt elkezd tölteni középen a YouTube logó, hogy megnézi a broadcasted, a net connection-t, meg ilyesmi. És hogyha mondjuk tegyük fel úgy van, hogy nem indítja el, mert azt írja, hogy your internet connection is fail, vagy valami, olyan nekem is volt már nem is egyszer. Lehúzom, hogy nagyobb legyen a fény. Az nem baj, mivel... Hát ja, akkor megint megcsinálod ezt a kis élőadás esemény létrehozásra, és elindítod, és akkor már másodjára biztos, hogy fog működni. És hát YouTube-on így kell. Szóval például, hogyha Twitch-en live-olsz, akkor ott meg csak bejelentkezel maga a Twitch fiókodba, mert hogy itt a Streamlabs-en belül belépsz a Twitch fiókodba, akkor automatikusan indítja. Amint rányomtok arra, hogy Go Live, és akkor az a legjobb, hogy akkor már a chat is itt van, mondjuk áthozzátok ide a másik monitorra, ha van, vagy esetleg ugye a chatet azt megnyitod tabletről, telefonról, ezt tudod nézni. Szóval mindenkinek a maga fantáziájára van bízva, hogy használja, szerintem. Ennyit tudok megmutatni, sőt, ezek az alapok, én azt mondom. Szóval ennél többet, mint átlagos... Mint átlagos youtuber, streamer, kezdő valaki, ugyannyira nem kell túlzásba vinni. Én is ugyanígy csinálom, alapokat tudom és kész. Az, hogy most itt a donation van ugye, azt amúgy be lehet állítani maga a Streamlabs oldalán, azért azt még megmutatom, ha valakit érdekel, mert ha rámegyünk a Streamlabs,
Itt belépünk. Ugye, na, például ugyanez lesz, ó, most nagyon sötét vagyok, maga a Streamlabs alkalmazásba, de én itt egy ugyanúgy rányomok arra, hogy YouTube. Igen, megengedjük, hogy belépjen minden. Na, itt annyi, hogy itt van, hogy Donation History, itt rámentek. És akkor itt van például a legutolsó támogató, 5 dollár, meg az üzenet. Ez például valakit megfogja, és akkor így kihúzza jobb vagy bal másik monitorra. Beállítások, igen, és akkor itt van, hogy PayPal, és akkor az enyém az itt meg van adva. Hát, ja, meg van adva, és akkor erre jön a pénz, ami hozzá van adva a bankkártya, és akkor arra megkapod a pénzt, át tudod utalni, vagy megtartod ott, arról fizetsz, vagy valami. És ennyi. És itt, ezen az oldalt, ezt az oldalt, amit itt megkapsz, itt van, hogy Streamlabs a neved és tip. Ezt az oldalt kell bemásolnod a, ezt az oldalt kell bemásolnod a leírásodba, hogyha ez már elérhető neked, és akkor itt, aki akar, az itt beír akármilyen számot. Itt a nevét, és akkor ez már ugye a támogató múlik, miket ír, vagy akármi. Ennyi. Szóval ezek a full alapok. Itt amúgy maga az oldalon itt találhatok különböző ilyen widgeteket, ugye, meg a... még vannak ilyen különböző érdekes dolgok. Ezek az alapok. Ha valamilyen, mondjuk valami nem volt érthető, akkor itt a leírásban meg lehet kérdezni. És akkor vagy egy másik videóval válaszolok, vagy leírom részletesen ott a komment szekcióba. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem érthető voltam, és aki most kezdi, annak jó streamelés, jó videózást kívánok. Majd egy másik videóban, vagy esetleg streamben találkozunk. Sziasztok!